Szevasztok gyerekek, arra gondoltam, hogy csinálok egy sorozatot azzal kapcsolatban, hogy a józan paraszt értelmező kézi szótára, és akkor sorra veszek egy-egy kifejezést, amiket a videóimban sokat használok, és megpróbálom őket minél jobban körülírni, hogy mire is gondolok, amikor például ott van az első általam nagyon kedvelt kifejezés, a COVID-náci. És akkor járjuk ezt körbe egy picit. Nekem a COVID-náci az az ember, aki tulajdonképpen tudatában van annak azzal, hogy az elképzelései hibásak, illetve minimum ellentmondásosak, de nem ad helyet semmiféle kétségnek, azért, mert ő már beoltatta magát, és annak idején félelemtől vezérelten, gond nélkül alávetette magát mindenféle korlátozásnak, és mindenféle olyan intézkedésnek, amiről azóta tudjuk, hogy semmi értelme nem volt, és azokkal szemben, akik már akkor is azt mondtuk, hogy ennek semmi értelme, valószínűleg nem túl elegánsan lépett fel többször is nyilvános platformon, ezért neki muszáj védeni az egóját. És pontosan tisztában van vele, hogy amire vágyik, hogy a kormány kényszerítse az oltatlanokat, hogy jogfossza, hogy megkülönböztesse, hogy hátrányos helyzetbe hozza, az nem indokolt. Ezt tudja. De nem tudja a saját egóját legyőzni, és nem talál jó kifejezés formákat, nem találja azt a felületet, amin meg tudna nyilvánulni, amin hangot tudna adni annak a frusztrációjának, amit amiatt érez, hogy pontosan tudja, hogy a jelenlegi rossz döntéseit, a rossz szándékait vagy elképzeléseit azért kell fenntartania, hogy az egóját védje attól a sérüléstől, amit az okozna, hogyha bevallaná, hogy a múltban nagyon csúnyán viselkedett, félelemtől vezérelten. És ez nem megy neki. Ezért inkább átmegy egy ilyen támadó üzemmódba, egy ilyen náci üzemmódba, ami azt jelenti, hogy hajlandó különbségtételt tenni maga és más emberek között ideológiai alapon. És ez a különbségtétel, ez nem merül ki abban, hogy megállapítja, hogy másképpen gondolkozunk a világról, hanem ez alapján, a különbségtétel alapján feljogosítva érzi magát arra, hogy hatalmaskodjon olyan embereken, akik fölött amúgy nem lenne hatalma, akik fölött nem lenne kontrollja. Ez kicsit olyan, mint azok az emberek, akik amikor beülnek az autójukba, akkor elkezdenek letolni, levillogni, lenyomni, minden áron megakadályozza, hogy be tudj menni elé, hogy nem enged ki, mert az élet más területein elnyomás alatt van, egy kis pont, egy kis porszem a cégnél, a főnöke sanyargatja, a felesége sanyargatja, a gyerekei leszarják, vagy ezeknek a kombinációja, és aztán beül az autóba, ahol egyenértékű partnernak érzi magát az összes többi közlekedővel, és arctalan tud maradni, ugyanúgy, mint a Facebookon, és ezért mindenkit lenyom. Mindenkit. Olyanokat is, akiket nem kell, mert senki nem versenyzik vele. Ugyanezt történik itt a COVID-nácizmussal kapcsolatban. Egy COVID-náci az pontosan tudja, hogy a természetes védettség az minimum ugyanolyan erős védettséget ad a COVID-dal szemben, mint a vakcina. Lehet, hogy erősebben. Nincs érve ellene, mert eddig az lehetett az érve, hogy ez nem biztos, hogy így van. De ugye most már elmondja a Szlávik, elmondja a Merkeli, elmondja a Rusvai, mindenki elmondja, talán még a Karikó Katalin is elmondja, hogy hát igen, a természetes immunizáció,
az valószínűleg a legerősebb, meg a legtovább tartó védelmet nyújtja. És akkor fölvetődik a kérdés, ugye, és a náci ezt tudja, de ettől függetlenül nem fogadja el, mert ez lenullázná az ő korábbi döntését a vakcinával kapcsolatban. És akkor érzi magát nyerekbe, és akkor érzi úgy, hogy neki mégiscsak igaza volt, ergo egy intelligencia többletet, akkor érez egy intelligencia morális többletet, akkor érezhet magának, hogyha mindenkire ráerőlteti az akaratát az oltással kapcsolatban, mert azáltal bizonyítja be, hogy ő hitből, tudásból, sőt, tovább megyek, közösségi felelősségvállalásból oltotta be magát. Ugye mennyit hallottuk ezt, hogy érted is, oltatom magam? És ezt a pozíciót, mivel hogy ebben a pozícióban nagyon gyorsan belehelyezte magát, mert amúgy az életében egy kizsákmányolt helyzetben van, ezért most egy ilyen morális felsőbbrendű, másokért is teszek valamit, közben csak befostam, és gyorsan alig vártam, hogy ha lehet, akkor soron kívül megszerezzem a vakcinát, mert nagyon-nagyon nem akartam lélegeztetőgépre kerülni, mert nagyon féltem ettől a vírustól, de ezt át tudtam fordítani abba, hogy fú, de faszacsávó vagyok, a közösségért tenni akarok, és ezt megtámogattak, ebben megtámogattak, ezért nagyon, nagyon nem elegáns kommunikációval éltem olyanokkal szemben, akik nem fosták össze magukat, ezért nem lehet, ebben nem lehet visszalépni. Tehát itt csak előre lehet menni. Én azt gondolom, hogy egyedül a COVID-nácik azok, akiket elvesztettünk, és akiknek az az egy esélyük van, hogy végigfutják az évüket. És abban reménykedhetünk csak, hogy mivel ugye a kormányzatnak a COVID-nácik a legjobb partnerei, mert zokszó nélkül hajlandók részt venni mások elnyomásába, olyan emberek zsarolásába, kényszerítésébe, akik semmi rosszat nem tettek túl azon, hogy egészséges életmódot éltek az elmúlt évtizedekben, egészségesek most is, és megvan a magukba, önmaguk erejébe vetett hitük, senkit nem bántanak, senkit nem zsarolnak, senkit nem kényszerítenek semmiféle magatartásra, és velük szemben nagyon nehéz felépíteni egy olyan emberbázist, akik az ilyen emberekkel szemben fellépnek. Ugyanakkor meg tök könnyű, mert csak meg kell találni azt a formulát, mint hogy a szovjetek is megtalálták. Ugye, hogy egymást jelentgették föl az emberek a kommunizmusba, családtagok följelentgették egymást, mert a kisszerű ember abban a pillanatban, hogy egy kis kontrollt hatalmat érez, náci lesz. Mások fölött uralkodni, zsarnokoskodni akaró náci, ez olyan, mint az agresszív apa, akit lebasszák a munkahelyén, azt hazamegy, azt lekever egy nagy pofont a feleségének, mert ez ki volt szolgáltatva, és soha nem fogja bevallani, hogy nem azért pofozta meg a feleségét, mert a munkahelyén kibasztak vele, hanem mindig kötni fogja az ebet a karóhoz, hogy ez azért történt, mert az asszony megérdemelte, és ezt nem lehet neki elmagyarázni, hogy ez egy rossz stratégia. Úgyhogy számomra ez a COVID-náci. És most csak abban reménykedhetünk, hogy ez a bázis, ez nem nő akkorára, ahol a kormány úgy érzi, hogy léphet. Úgy érzi, hogy van mögötte egy akkora COVID-náci bázis, akikre támaszkodhat akkor, és ennek nem kell olyan nagyon nagynak lenni, ennek jól szervezhetőnek kell lennie. Ha van egy megfelelő nagyságú, jól szervezhető COVID-náci bázis, akkor a kormány bármit megtehet. Megtehet kisebbségekkel, a többséggel szembe, bárkivel szembe. Ezt látjuk, hogy hogyan manipulálták ki a kétharmadot maguknak, hogyan manipuláltak ki maguknak olyan többséget, ami nincs ott a társadalmi támogatottságban. Úgyhogy a COVID-nácik ellen úgy kell fellépni, én szerintem, hogy rá kell világítani arra, hogy ők egyszerűen COVID-nácik. Oké. Józan paraszt voltam. Értelmező szótár. Józan parasztoknak első rész. COVID-nácik. Köszi. Szevasztok.